Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a következő kis filmemben. Ez egy három egymásra épülő dokumentumfilm sorozat lesz. Hát megpróbálom olyan rövidre fogni, amennyire csak lehet, ezért is bontottam három részre. Először ezzel a kis filmmel szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét egy borzasztóan fontos tényre, ami 1996 óta már nem kérdéses. A szervezetünk csodája, vagyis nem másról szeretnék beszélni, mint az immunrendszer felépítéséről, annak fontosságáról, és igazából mivel is rejlik az egészségünk titka, hosszú életünk titka, jelentem nem másban, mint a helyesen és jól működő immunrendszerünkben. Ehhez viszont tudni kell néhány dolgot, és pontosan kell értelmezni. Az immunrendszer felépítése, megértése nagyon fontos, sok embernek ez nem teljesen világos és érthető. A pontos működését még az orvosok nagy része sem tudja igazából, sajnos ezt saját tapasztalatból is tudom, amit valójában azért annyira nehéz megérteni, mivel az immunrendszer egy belső komplex, egy biokémiai folyamat, nem pedig egy szerv. Bár tartoznak az immunrendszer munkájához szervek is, amik a munkájának tökéletes elvégzéséhez szükségesek, és annak nélkülözhetetlen része vagy részei. Ilyen például a máj és a vese, az immunrendszer működésében óriási szerepük vannak, mivel itt történik például a legfontosabb folyamat, a mérgek a szervezetből történő kiválasztása. Az immunrendszer működését sokan nem pontosan értik, és igazából a megfázással, influenzával, fáradékonysággal hozzák összefüggésbe, vagyis azt gondolják, hogy gyengén működik ez az oka ezeknek a tüneteiknek. Hát közlöm veletek, hogy nem. És igazából az is helytelen kifejezés, hogy az immunrendszer az gyenge vagy erős. Sajnos ezt a következő dokumentumban be is fogom bizonyítani. Az immunrendszer gyengítése vagy erősítése kifejezés is ebből a nézetből helytelennek ítéli a tudomány. Szóval az immunrendszer úgy működik, mint egy olyan belső számítógép, ami minden élettani funkciónkat felügyeli, és nincs olyan szerv, anyagcsere folyamat, sejtfunkció, amihez ne lenne köze. Mindenhez köze van, és a legfontosabb, egy olyan belső természetes laboratórium és kutatóközpont egyben, ami képes akár a problémára a megoldást is megtalálni és kidolgozni. Akár a kialakulóban lévő káros folyamatokat visszafordítani bizonyos körülmények között. Sokan nem is gondolják, de az összes alábbi területeken kulcsfontosságú szerepe van, sőt attól sokkal több helyen. Így szerepe van a teljes idegrendszer minden részében, az agy működésében és a benne zajló összes folyamatban. A teljes hormonális működés felügyeletében és karbantartásában, a teljes emésztőrendszer egészében, a felügyeletében, a működésének szabályozásában és mindenében. A teljes keringési rendszer egészében és annak teljes felügyeletében és karbantartásában. A teljes csont- és vázrendszer, izomrendszer felépítésében, felépülésének és annak működésének és szabályozásában. A teljes kiválasztó, méregtelenítő és belső oxidációs folyamatok működésének és szabályozásában és karbantartásában. Általában az emberek a következővel vannak valamennyire tisztában, amit talán esetlegesen az immunrendszer működésének hoznak összefüggésben. Ezek a belső káros vírusok, baktériumok és egyéb káros, a szervezet egészét fenyegető folyamatok, elváltozások, rákos, egyéb sorvású folyamatok kialakulásában, a vércukor szabályozásban, az érhálózat szűkülésében és egyéb egészséget fenyegető folyamatok kialakulása, és még sok más betegség kialakulását fenyegető és azokat elpusztító belső védelmi rendszer, gyakorlatilag összessége az immunrendszer. Ami akár bizonyos esetekben képes minden, még az orvostudomány mai állása szerint folyamatokat megállítani, akár megelőzni, vagy bizonyos körülmények között azokat akár megfordítani is. Egy egyszerű példa, veszettség vírus ellen egyedül az egészséges immunrendszer képes megvédeni, amúgy halálos, és nincsen ellenszere. Én 1984-ben ezt a vírust megkaptam, és amint a példa mutatja, hogy ezt a videófilmet el tudtam készíteni, tehát élek. Annak ellenére, hogy nincs ellenanyaga, mégis az immunrendszerem képes volt egy ellenszert kidolgozni erre a vírusra, hát nem volt egyszerű történetem, aki erre kíváncsi, nagyon szívesen megosztom vele. Sőt, el kell, hogy mondjam, még az AIDS betegség ellen is megvéd, ha úgy működik az immunrendszerünk, hogy a természet az ki lett találva. Tehát
Egy szóval minden ettől függ, és működik, helyesen vagy nem. Vagyis egészséges immunrendszertől függ az, hogy egészségesek vagyunk-e vagy sem. Tehát kérlek, nézd meg az egymásra épülő három következő dokumentumfilmet, illetve kérdezd a PDF formátumában is tőlem, a bferikokukac@gmail.com, a 2092-89-226-os telefonszámon fölhívhatsz. Én Bújdosó Ferenc lennék, vagy Ferikónak hívnak a barátaim, aki ezt készítette és fordította. Fordításokat a fent láttak nem pusztán feltételezések, hanem orvostudományi tények 1996-ot. Ennek az irodalma alapján készült ez a fordítás, ezen írása. Az immunrendszer működésének pontos meghatározása a dr. Gustavo Bruno nevéhez kötődik, aki több mint 30 éves kutató munkáinak az eredménye ez a tény. Dr. Bruno, aki a Montreali Immunokémiai Kutatóközpontnak volt a vezetője, több mint 30 évig ennek a tényét orvosi és klinikai kísérletekkel igazolta, már 1996-ban. Az immunrendszer pontos működéséről a növekvő tapasztalatok alapján készült két évenként frissülő, kiadott könyvében részletesen dokumentálva vannak ezek a tények igaz angolul. Ezt az információt sehol máshol, magyarul ebben a formátumban ilyen részletességgel nem fogod megtalálni, ugyanis egyetlen egy magyar publikátora, ez én vagyok, teljesen véletlen történetem kapcsán. A lapján található, látható két publikált könyv alapján készült ez a leírás. A következő dokumentumokban választ fogsz kapni, hogy pontosan hol és mit is csinál az immunrendszered, és mi van, ha nem jól működik, és miért baj az, ha nem jól működik, illetve hogy lehetséges-e a nem jól működő immunrendszeret újra visszaállítani úgy, hogy működjön, és miért nem lehet azt más úton, módon, ezekre mind választ fogsz tudni kapni a következő két dokumentumfilmen, amit ezt követve vagy kérd tőlem, vagy pedig keresd meg az interneten második, harmadik részként. Tehát kérd, keresd a következő részt. Szeretném bemutatni azt a két könyvet, ami alapján ezeket a dolgokat én leírtam, és összeállítottam a ti részetekre. Az egyik könyv dr. Gustavo Bruno gyakorlatilag a glutatión forradalmáról író könyvében írtak alapján, ugye állítottam össze. Ő dr. Gustavo Bruno, aki nevéhez kötődik, az az anyag, ami az immunrendszerünk állít elő saját maga számára. A következő könyv dr. Jim Gutman, egy orvosnak a könyve, aki dr. Gustavo Bruno segédletével és anyagainak felhasználásával állította össze ezt a glutatión, az Egészség kulcsa című könyvet, ami az ötödik kiadás, és két évente adták ki. Tehát, itt látod dr. Gustavo Bruno, tehát kérlek, keresd a következő kisfilmet, keresd az igazságot, keresd a válaszokat a kérdéseidre, hogy hogy lehetséges az immunrendszeret újra munkára bírni, és tökéletesen végezzel a feladataid. Köszönöm a figyelmedet, találkozunk a következő kisfilmemben.